A két művész már régóta ismeri egymást, ennek ellenére eddig csupán néhány közös fellépésük volt. A tegnap esti közös zenei produkciójuk igazi élmény volt a közönség számára. Ami teljesen új, az tegnap csináltunk 3 számot, azt ma elméletileg megpróbáljuk majd előadni, ha bele nem sülünk. Tegnap előtt néztünk össze. Hát vannak ebben régi, leginkább a Félixnek a szerzeményei vagy ötletei, de hát én igyekszem részt venni benne teljes tudásom szerint. Nagyon sok fesztiválon fellépett így más művészekkel, és mi a tapasztalata? Mi az, ami úgy megmaradt olyan jó emlékben? Igazából próbálok felejteni. Nincsenek rossz élményeim, azt nem mondanám, tehát hogy elég oké. Okay. Jók a szervezések általában, mit tudom, jó van benne néha, ami nem épp annyira az ember foga alá való. Lehet, hogy néha sok, de ez a mostani nyár, ez egy mondjuk viselhető, tehát fizikailag is, szellemileg is le lehet játszani persze. Nagyon örülünk neki, hogy a közönségnek tetszik, de igazából a kiindító az nem ez, tehát az e fajta zenéléshez, hogy mondjam, azért szükséges egy ilyen megszállottság, tehát mindkettőnkben benne van ez a kényszer, hogy nem nagyon tudnánk enélkül létezni, hogy nem zenélünk. A két virtuóz a jövőben is számos közös projektet tervez. Lajkó Félix szeptember elején a lengyel Volosi zenekarral készít új lemezt. Ezen kívül egy olaszországi fellépésre készül Alexander Balanescu világhírű román hegedű művésszel. Emellett más külföldi zenészekkel is közös projekteken dolgozik. Amit igazán szeretnék, az, hogy legyen egy ilyen vonós kamarazenekar, amivel ilyen kicsit visszafogottabb, de érdekes zenét szeretnék majd egyszer csinálni, de ez nem is biztos, hogy most lesz a közeljövőben. Az újvidéki zenei nyár rendezvénysorozat augusztus 21-én Biszera Veletán Lity és Vasil Hadzsimánov koncertjével zárul.